Abban a korban is léteztek jogtalan politikai vagy érdekérvényesítések jogsértés útján. Például ott voltak a koraújkorban divó fiskális perek, mely alapján a kamara szert tehetett dúsgazdag elítéltek vagyonára. Ez a jogsértő folyamat egyébként az egyik gerjesztője volt a bocskai féle függetlenségi háborúnak. Bátori Erzsébet esetén miután koncepciós perre. Az első a nyomozásnak a szelektív jellege. A vádban az állt, hogy mindenütt kínoszta a szolgálóit. Ahová megérkezett, rögtön arra való helyet keresett magának. De mondjuk a tanúk közül csak a tortúrával vallatottak állították ezt. A nádor főleg a nádasdi birtokokon jellemzően az ország nyugati felében rendeli el a tanúvallatást. Erzsébetnek pedig például még a felvidék keleti részén és a parciumban is voltak birtokai. A tanúk mind sárvár és csejte környékéről valók. Akinek ilyen hajlamai vannak, az nem fogja egy bizonyos vidékre korlátozni a tevékenységét. De ha mondjuk még biztonsági okokból így is tenne, akkor is logikusabb lenne éppen az ország keleti tájain tevékenykednie messze Bécstől. Ha valóban nagyon komolyan bűnös volt ebben az ügyben, innen például könnyedén Lengyelországba vagy Erdélybe tudott volna szökni a rokonaihoz. A Dunántúl vagy éppen a csejtei részek azért furcsák, mert előbbi nádosdi birtok, itt vannak a nádosdi rokonok és familiárisok. Indokolatlan ez a szelekció az igazság kiderítése szemszögéből. Az, hogy a nádornak emellett lehettek mögöttes szándékai ezzel, az már más kérdés. Alapvető a tudósoknál is, bűnügyekben is, hogy teljes körűen nyomozunk. Ha nem így teszünk, valóban valami elkerülheti a figyelmünk, más tény megállapításra is juthatunk. Az a feltételezés, hogy ezeken a helyeken, ahol a vizsgálatot elrendelte Turzó, olyan körülmények álltak a rendelkezésre, melyekkel olyan eredményeket kaphatott a nádor, melyeket ő szeretett volna. És igen, most akkor lehet hozni azt az érvet, hogy Turzó György azért nem nyomozott olyan vidékeken, ahol kifejezetten bátori erzsébet volt a földes úr, mert ott elfogultak voltak a szolgálói, familiárisai, esetleg még félelemből nem mertek beszélni. Viszont tudni kell, hogy a 300 tanú közel fele onnan jött, ahol Bátori Erzsébet volt a birtokos. Tehát nem ez alapján szelektálták a nyomozás helyszíneit. A második dolog, ami koncepciós eljárásra utal, az a jogszerűtlen letartóztatás. Tudjuk már, ugye a törvényjel összehasonlítva, hogy durván jogsértő volt és nagyon szabálytalan. Nemes ember csak szabályos perbe idézéssel, szabályos per lefolytatásával és azon hozott ítélettel lehet csak megbüntetni. Ez nem csak a tripartitumban van benne, hanem több dekrétumban is, melyek itt láthatók. Ezek nélkül nemes embert csak akkor lehetett letartóztatni, ha egy másik nemes ellen szándékos gyilkosságot követett el, és inflagranti tetten érik. Bátori Erzsébetnél viszont hiányoztak ezek a feltételek. A koncepció harmadik jele a fogságra vetés. Ez is többszörösen jogsértő, még tettenérés esetén, tehát tegyük fel, hogy a nádor úgy fogja el Erzsébetet, hogy éppen tetten éri, miközben ő több nemes lányt ölt meg éppen a saját kezével. Tehát még ekkor is csak úgy lehetett valakit letartóztatni, ha megvolt az idézés, szabályos per és ítélet, és ugyanez igaz a börtönbe vetésre is. Bátori Erzsébet ellen viszont soha nem folytattak pert, így tehát ítéletet sem hoztak soha ezért teljesen jogtalanul töltött bezárva éveket. Ami még jogsértő volt ebben a törvénytelen ítéletben az az, hogy Turzó egymaga járt el az elfogatáskor, és egymaga záratta be örökös fogságba. Kétségtelen, hogy a király távol a nádor az ország legfőbb bírája. De a törvény az volt, hogy a nemesek felett még a király is csak bárók és főpapok tanácsával együtt ítélkezhetett. A nádornak nem volt joga egyedül döntést hozni. Társas bíráskodás volt tehát az előírt, így turzó döntése törvénysértő volt és önkényes. A nádor a vele volt kísérett tanácsával összehangzólag nádasdinét, mint vért szomjazó, szívó, istentelen asszonyt, kit vétségen kaptak, csejte várában töltendő örök fogságra ítélte és elfogadta. Úgy ír erről, mintha csak mindent a törvény betűje szerint rendezett volna el. A végén pedig elszólták magukat, először elítélik, aztán fogják el. De ki volt ez a kíséret, amely ennyire összehangzott vele? Zrényi, Druget és Megyeri az ítéletlevél szerint de ez megkérdőjelezhető. Ha ott is voltak, akkor is csak három fő. A korabeli szokások szerint még a király mellé is legalább hat személy szükséges a társas bíráskodásban. Ráadásul a bíróság tagjai ezen ügyben szinte kivétel nélkül mind a nádor familiárisai vagy birtokos szomszédai voltak. Többek között a klinickiek, Akiket éppen 1610. augusztusában fenyegetett meg Túrzó, hogy a saját földjükről, mely igaz történetesen éppen a Nádoréval volt határos, hordják már el a frissen felépített malmukat, vagy fel fogja dúlatni. Túrzó nem azt írja a királynak, hogy ítélet volt, hanem csak azt, hogy ítéletem szerint ilyet érdemel. Ez a kifejezés a korban is azt jelentette, mint manapság, hogy ez egy vélemény, nem pedig bíráskodás. Hozzáteszi még azt is, hogy nehogy nyilvános büntetés elé kelljen vinni, vagyis nehogy már legyen szabályos per. Ezzel az ítélettel az volt a célja, hogy egy újra nem vizsgálható ügyet teremtsen. Az eredeti dokumentumok azt mutatják, hogy ez egy jogsértő ügy volt jogászi fondorlattal igyekeztek leplezni és legalizálni a szándékukat, magyarán elkenni. Mégpedig az ilyen nyilvánvaló jele szokott lenni a koncepciónak. És végül a koncepcióhoz sorolható az a mód, ahogy a bűnösséget megállapították. Van, aki politikai jellegű koncepciót lát-e jogsértések mögött. Ez esetben ürügy volt az emberölési vád. Mások szerint valóban szadista volt, és valóban gyilkolt a grófnő. Csak nem több száz haláleset mértékében, hanem jóval kevesebb esetben. Utóbbi esetében az az elképzelés, hogy a Nádor azért volt jogsértő, hogy védje a család hírnevét és vagyoni érdekeit. Ezért még a királlyal is szembe helyezkedett. Ennek viszont ellentmond a bebörtönzés ténye. Ezzel inkább egy negatív előjelű precedens teremtett nem csak a család, hanem a magyar igazságszolgáltatás számára is. Ráadásul ott van még a jól kigondolt hírverés is. A tanúk, bármely vármegyéből is lettek kihallgatva, mindig hallottak Erzsébet szörnyűségeiről, de konkrétumot csak nagyon kis százalékuk mondott. Ez egyfajta pszichológiai manipuláció. Amiről sokat beszélek, és ez esetben rossz, hiába hamis, akkor az úgymond valósággá válik. Amiről pedig nem beszélek, ez esetben maga az igazság, nem híresztelem, akkor az nem is létezik. Manapság is van ilyen, ne gondoljuk, hogy nincsen. Úgy hívják, hogy média. Tömegek tudatának manipulációs eszköze jelenleg. Egyetlen hitelt érdemlő bizonyíték sincs, hogy Bátori Erzsébet udvarában kínzások és bántalmazások miatt nemes lány halt volna meg. A nem nemes szolgálói közül pedig a vizsgált körülbelül 20 év folyamán legfeljebb öt halt meg, akik valamilyen korabeli büntetésben részesültek, és utólag a szóbeszéd ehhez köti a halálukat. De itt sem biztos az ok-okozati ok összefüggés. A további nyolc fő, akik nem sokkal a letartóztatás előtt haltak meg, valószínűleg járványban. Mindezek fényében kizárható a szadizmus, a szándékos emberölés vágyja. Tehát Erzsébet szempontjából, még ha szabályszerű pert is folytatnak ellene, a hatalmaskodás vagy a fejváltság fizetésétől sem kellett volna tartania. Volt a korban egy híres jogtudós, Kittonik János, ő 1610-ben mint királyi jogügyi igazgatóként működött. Még ő is eredménytelenül lépett fel a Nádor jogsértései ellen. Torzó azt mondta: A börtönben lévő személyt holtnak kell tekinteni, tehát nincs mód a megidézésére. Ez nem egy tisztességes hozzáállás, de kétség kívül jogi formai bravúr. Turzó György csupa olyan szabályt sértett a Bátori Erzsébet elleni nyomozás során, amelyek megtartására a nemesség, a magyar jogalkotás még a királya szemben is különös hangsúlyt fektetett. Nemhogy még egy másik nemessel szemben. Miután elítélték a bűntársakat, néhány hónapos szünet állt be a nyomozásban. De ez idő alatt olyan levélváltások történtek, illetve már a letartóztatást megelőzően is, amelyek sok mindent felfednek az ügy hátterében levő érdekekből. És milyen leveleket fogunk megnézni? Ami mindig biztos, hogy Túrzó György, vagy a feladó, vagy a címzett. Így módon a következő személyekkel vizsgáljuk meg a kommunikációját. A felesége, a nádasdi családtagok, a kamara és a király. Nézzük először a feleségének a levelét a férjéhez. Pontosan a letartóztatás előtt két nappal. Ennek fényében érdekes, hogy Szobor Erzsébet miért beszél olyan szolgálókról, akik valamilyen előjárói parancsot megszegtek korábban. Könnyen reá megyen, hogy fele barátjára hamisat mond. A másik furcsa mondata, az ki, az várban vagyom, az, azt mondják, hogy azt mondja, hogy ő kézzel veri. Mivel az ő levele úgy íródott, hogy mindenféle pont és vessző hiányzik belőle, Egyébként össze lehetne hasonlítani a férjének a leveleivel, vagy bátori erzsébet leveleivel. Cobor erzsébet levelei kicsit összeszedetlennek tűnnek. Ezért én nem merném azt állítani itt 100 százalékig, hogy férjével való összeesküvést beszélik meg itt, de van, vannak olyan tudósok, akik erre a következtetésre jutottak. Aztán ott van túrzó levele a nejének, pontosan a tettenérés másnapján. Ez a levele bizonyítja, hogy ő maga nem volt jelen, ugyanis új helyről írta. Az arra rendelt emberei derítették fel a terepet sejtén. Kicsit valóban úgy hangzik ez a levél, mintha a nádor nem lenne meglepve semmin, és számított mind arra, amit itt találtak. És egy szóval sem állít benne tettenérést királynak már így fogalmazza meg. Aztán ott van nem sokkal korábban Zrínyi Miklós tiltakozása, mégpedig az ellen tiltakozik ünnepélyesen, hogy ő felesküdött volna Bátori Gábor fejedelemnek, és hogy az országot igyekezne átjátszani a fejedelemnek. Ezt a tevékenységet hívják hűtlenségnek, és ha ez igaz, akkor minimum fővesztéssel jár. Ebben az időszakban egy alaptalan rágalom is veszélyes lehetett. Zrinyi másnap levelet ír a nádornak. Ebből kiderül, hogy Turzó nem beszélt össze a családtagokkal a nyomozást megelőzően, hanem egyedül Zrinyi tudott az esetről. De ő is csak eszköz volt ebben a játékban, parancsra cselekedett. Zrínyi elküldte a saját embereit Erzsébet letartóztatásához, de ő maga nem volt jelen. Nagyságot parancsolatja szerint én az jámbor főlegény szolgáimat levelemmel egyetemben oda csejtére bocsájtottam, a végre pedig, hogy az, mint nagyságoddal egyetemben elvégeztük, Nádasdiné asszonyomnak lenne békességes helheztetésének megmaradása abban az helyben, és hogy miatta sem az egyéb jószágoknak ne történnék valami fogyatkozása, se fiszkusz diszponálása ne ingeráltatnék bele, és aki legnagyobb az egész famíliájának is, efféle súlyos nóta ne inoráltatnék. Ezeknek idején való eltávoztatására akarván proszpíciálni, tetszett nagyságodnak is minékünk is, hogy így vegyük elejét, és nagyságodnak jó intéséből szolgáink, mostan ezúttal oda menjenek csejtére, véghez menjen. Neki a nádor nem azt mondta, hogy a grófnő többszörös gyilkosságokkal vádolja, és azért igyekszik letartóztatni, hanem a hűtlenség vágyára hivatkozott. És emiatt egy lehetséges vagyonvesztéstől tartott Zrínyi, aztán pedig a levél további részében határozottan felszólal, ellentmond a nádornak, az általa javasolt vagyonelosztást illetően. Mint az Rényinek oka lenne a nádor vagyonszerző kísérletétől tartania. Az Rényi Miklós is jól tudta, hogy nincs szó gyilkosságról, különben például nem engedi oda a feleségét, nincs szó hűtlenségről sem anyósa esetében, viszont az ő ellene felhozott vádak veszélyesek voltak, még akkor is, hogyha történetesen alaptalanok voltak, így ez is késztethette őt, hogy ne mondjon ellen túrzónak. Tehát ha anyósát is hűtlenséggel vádolnák, az Rényit is érzékenyen érintette volna. Ezért mehetett bele a nádor játékába. És miért kellettek oda az Rényi emberei, mikor ő maga nem volt jelen a rajtaütésnél? Hát gondoljunk bele, hogy március óta nyomozás folyik az ország egyik legtekintélyesebb főnemesi asszonya ellen. Ő ezentúl nem fog akárkit beengedni a váraiba, az általa felügyelt birtokokra, csak azokat, akikben megbízik. Így tudtak bejutni a csejtei kastély bazrényi embereivel. Bátori Erzsébet részéről pedig, ha valóban többrendbeli gyilkosságok száradtak volna a lelkén, akkor is ostobaság lett volna részéről Erdélybe szöknie, ezzel, ha nem a valós hűtlenséget, de annak látszatát keltenie. Ennek sokkal nagyobb vagyoni következményei lettek volna, és természetesen az élete is veszélyben forgott volna, mint annak, ha bebizonyosodik a szolgaölési vád. Egyébként ő mindig ügyelt arra, hogy megerősítse a király iránti hűségét, és a szolgáit is erre intette. 1611. februárjában járunk, tehát már megvolt a bűntársak pere, az ítélete, a kivégzése, és Erzsébet már börtönben ül. Ekkor ír Zrinyi Miklós levelet túrzónak. Itt a hűtlenség és a nóta, vagyis a fej és jószágvesztés helyett már az iszonyú és rútalmas hóhéri kínzások miatt aggódik Zrényi. Most tudta meg az igazat, hogy valójában miért lett Erzsébet letartóztatva, és hogy ő bizony alaposan félre lett vezetve. Mivel nyakig benne van ő is, igazolja, hogy túlzó áldásosan és jogszerűen járt el, és egyetért vele, hogy Erzsébetet be kell zárni. Mindent egybevetve, csak a sorok közt olvasva következtethetünk, hogy mi volt Zrényi szerepe pontosan az ügyben. Ebből a levélből is kiderül, hogy egyáltalán nem tudott a kínzásokról, különben, mint mondtam, nem engedi oda a feleségét. Aztán Torzó hamarosan válaszol is neki. Most ugrok egy évet az időben, pontosan egy évet, amikor Torzó ír egy levelet Zrényinek. Zrínyi felesége ugyanis beállít csejtére, és elvitt sok dolgot és pénzt a kincses szobából. Turzó itt meg is parancsolja, hogy adják vissza, és az egészet a többiekkel együtt megállapodva rendezzék. Ám annyira nem engedelmeskednek, hogy per lett belőle, mely eltartott egészen 1635-ig. Aztán térjünk vissza 1611. februárjára. Ugyanekkor Nádasdi Pál is ír egy levelet Túrzónak. Ő írja alá, de nem ő fogalmazza a levelet. Ahogy Zrényinek ki kellett állnia a bebörtönzés jogossága ellen, ugye nyomásra, úgy Pálnak az idézés lehetetlensége mellett. Nádasdi Pál viszont kiáll anyja vagyoni elosztása mellett, melyről Erzsébet már az elfogatása előtt előrelátóan rendelkezett. Fontos látni azt, hogy Zrinyinek és Nádasdinak ellentmondásos véleménye van, tehát nem volt közöttük semmiféle megállapodás a letartóztatásról. Sem a sógoroknak egymással. Legfeljebb Zrinyinek volt a Nádorral. És nincs nyoma annak, hogy homonainak, a másik, Erzsébet másik vejének bármi szerepe lett volna az ügyben. És akkor nézzük második Mátyás és Turzó György Nádor oda-vissza játékát, 1611. januárjától. Itt utasítja ugyanis Turzót a király, hogy Nádos dinét szabályszerűen idézze meg, és a perét szabályszerűen tűzze ki és tárgyalja le a legközelebbi törvénykezési időszakban. Innen egy vita kerekedik köztük, melyel csak sikerült elérni a Nádornak, hogy ne legyen semmiféle per. Ugyanennek a hónapnak a végén a Nádor Először azt mondja, hogy tartja magát az utasításhoz. Másodjára meg az elődje elleni nyomozásra hivatkozik, és azt mondja, hogy Erzsébetet már megidézték, azért akart Erdélybe szökni, ő csak megakadályozta ezt azzal, hogy Csejtén rajta ütött. Viszont ez nem igaz. Mielőtt Erzsébeten rajta ütnek Csejtén, ő nemrég Sárváról érkezett ide, a családi vagyonnal megrakott szekerekkel. Ebből tudott később vinni az egyik lánya, amiből ugye peris lesz, és ugye jogtalanul cselekedett. Erzsébet komótosan utazik, nem úgy, mint aki retteg és menekül. Valamikor karácsonykor ért sejtére. Lényegében bevárja túrzót, hogy legyen már kedves rátörni az ajtót. Akik ismerték a nádasdi házas párt, jól tudták egyébként, hogy minden decembert a településen töltenek. A nádor azt a tényt, hogy elhozta sárváról a családi vagyont, ékszereket, fel tudja használni ellene. De miért cselekedett így Erzsébet? Normális esetben nem kellene magyarázkodnia. Vagyis nem neki nyilván, hanem a kutatónak utólag. Nekik több váruk és kastélyuk volt, amit biztosan tudunk, hogy a sárvári erősséget 1588-tól felújítják és erődítik, és 1615-re fejezik be. Utoljára ilyenkor a lakóhelyiségeket hagyják, és ezek felújítása erre az időre tehető, amikor Erzsébet letartóztatják. És ugye Erzsébet csejtére érkezett, és arra, hogy hol éljen ezen a településen, két lehetősége volt. A községben, a kastélyában, ami ugye a kényelmet jelentette a társadalmi életet, vagy pedig a hegyen a várban, mely biztonságot és védelmet nyújtott volna számára. Most aki szökik, akinek van mitől tartania, az egyrészt nagyon sietve cselekszik, és nem várja be az üldözőit. És amikor áthalad sejtén, a várban keres menedéket, Turzó arra rendelt emberei hol fogták el Erzsébetet? A kastélyban. Aztán láthatjuk, hogy a király február végén szabályos eljárást, idézést és pert sürget. Néhány nappal később a nádor megígéri, hogy a tavaszi oktáván ez meg fog történni. Ugyanennek a hónapnak a közepén a király megint számon kéri a korábbi leírata teljesítését, hiszen tisztában volt vele, hogy Turzó nem csinált semmit. Itt körülbelül két hét kellett, amíg a nádor magához tért, vagy kitalált valamit, mert beismeri, hogy elmaradt a tárgyalás. Ez már fejlődés nála. Egynémely okok miatt nem lehetett a pert megindítani. És itt bizonygatja, hogy helyesen járt el, az ország jogszabályainak megfelelően, annak ellenére is, hogy nem volt idézés. Azt is mondja, hogy akiket bebörtönöztek, holtaknak kell tekinteni, így nem is lehet megidézni. Tehát egyértelműen manőverezik és elken. A király nem hagyja annyiban ez sem, és 1611. áprilisában kitart a szabályos per lefolytatása mellett. Második Mátyás hivatkozik Nádasdiné panaszára, hogy nem volt szabályos per. A nemesi jogok megsértésén megütköző nemesek elégedetlenségére, valamint Bátori Gábor erdélyi fejedelem várható neheztelésére. Ezen felül hallatlan és szokatlan esetnek, törvény ellenére való eljárásnak minősíti Erzsébet bebörtönzését. A végén azt mondja, hogy nem is lehet a pert megújítani, mert lényegében hiányzik az egész per. Az a vicces még az egészben, hogy Turzó még ezen leírat előtt kegyelmet kér bátori Erzsébetnek. Erre a király hangsúlyozza. Kegyelmet bizonyító eljárásnak és kárhoztató ítéletnek kell megelőznie. Aztán 1613 elején a király még egyszer a per folytatására utasítja a nádort. Tudni kell, hogy pont ebben az időszben Folynak béketárgyalások Bátori Gáborral. Ezért is kerülhetett elő megint az ügy. De a per nem indul meg. Valószínű Bátori Gábor halála tette érdektelenné, illetve Erzsébet is meghal 1614-ben. Kamara is azt mondta egyébként, amit maga a törvény, hogy a meggyilkolt lányok rokonainak kellett volna kezdeményezniük a büntetést és a megegyezést. Igaz ez mind a nemes, mint a nemtelen személyek meggyilkolása esetén. A sértettet illeti meg elsődlegesen a perlési jog. Már pedig sem Erzsébet, sem a családtagok nem egyezkedtek senkivel az esetleges váltságot, jóvátételt illetően, a letartóztatása után főleg érdekelet lett volna, hogy kiengesztelje a családtagokat. Ez pedig nem történt meg sem a per előtt, sem pedig a per után. Ez többek között azt is jelentheti, hogy nem voltak gyilkosságok. A jogtörténész is azt mondja, hogy ha ilyen körülmények között nincs egy dokumentum, sem egy vallomásbeli adat egyezkedésről, Kellő hitelességgel bizonyítja ez a bűnösség hiányát és a vád megalapozatlanságát. Még hozzáteszem, hogy ilyen szituációban is meg lehetett volna gazdagodni, hogyha van, akinek mondjuk ez volt a fontos, már csak ezért is jelentkezett volna néhány sértett. Persze abban az esetben, hogyha lett volna sértett. A vármegyei törvényszékek jegyzőkönyvei egyébként ennél jóval kevésbé súlyos cselekményeket is tartalmaznak, mint amikkel Erzsébetet vádolták. Vicmándi Lajos panasztett Bélai Lukács ellen, aki Pribék János kapitány alatt szolgált, mert 1559. október 15-én ismeretlen okokból megtámadta a panaszos házát, vagyis kúriáját, és a csirkéket és egyebeket lopott, de még ennyivel sem érte be, hanem a panaszos távol létében a feleségét is megkergette. Vagy itt egy másik, Szabó Gergely panasztett Feltóti István ellen, mert nevezett, megsebesítette a feleségét. Bemutatta a véres ruhát is. A megye nyilvánossága előtt a megyei bíróság idézést adott ki Csapi Ferenc eszenyi lakos kérésére, nagyságos homonai druget Ferenc részére, mert megveretett bizonyos jobbágyokat. Ha a vármegyei törvényszék előtt panaszt emeltek egy megkergetés miatt, mit tettek volna a lányok elrablása, pláne meggyilkolása esetén? Büntetendő volt a korban a megsebesítés is, főleg ha közben vér serkent. Több vallomástevő is a saját gyermekeiről és rokonairól beszélt, akik állítólag Erzsébet udvarában haltak meg. Akkor miért nincs nyoma ezeknek a panaszoknak a vármegyei törvényszék jegyzőkönyvekben? Az utolsó idézetből pedig láthatjuk, hogy főnemes sem tehetett meg mindent, amit akart, nem veredhette meg a jobbágyokat, és nem erőszakoskodhatott velük következmények nélkül. A korban a törvények és a szokások többfajta emberülési típust különböztettek meg. Ezek elsősorban nemesek cselekedeteinek megítélésére szolgáltak, ez tény. Megvolt, hogy milyen büntetéssel járhat, ha valaki mondjuk a negyedízigleni rokonát gyakolta meg, tehát mondjuk a férjét, és mi volt akkor, ha távolabbit, vagy csak egyszerűen egy másik nemest. Arra viszont nem volt pontos szabályozás, hogy milyen felelősség és büntetés terheli a nemest, ha közrendűt és szolgát öl. A saját jobbágya fegyelmezésére, büntetésére a nemesnek meglehetősen nagy volt a szabadsága. Csak következtetni lehet abból, ha például egy nemes a másik nemes jobbágyát öli meg, vereti meg, akkor a jobbágy urával szemben volt kártérítési kötelezettsége. Így viszont, ha a sajátjaival csinálja ugyanezt, ennél nem járhatott súlyosabb következményekkel. A kamara ugye azt mondja, hogy ha ebben az ügyben őt illetékesnek ismernék el, már pedig ő maga jelenti ki, hogy nem az, akkor is kevés anyagi haszna származna belőle, ugye a kamarának nyilván a pénz a legfontosabb, ugyanis ha Erzsébetet fővesztésre ítélik, a gyerekeit illető vagyonrész kifizetése után maradó vagyon egyharmada őt illetné meg, két harmada pedig a nádort. Már ezt is önmagában kis nyereségként tartja számon a fiszkusz, de tudja, hogy Erzsébet már minden vagyonáról lemondott korábban, így hiába ítélik el, semmit sem fog Erzsébet veszíteni, de a fiszkusz sem nyer semmit. A kamara szerint is éppen ezért maradjon örökös fogságra vetve, ne legyen per és esetleges fűvesztés, mert akkor abból ők nem nyernek semmit. Tehát a kamara állásfoglalása is megerősíti azt a tényt, hogy a bátori nádasdi birtokok iránt nagy volt az érdeklődés. Erzsébet úgy intézte az ügyeit, hogy sem a kamara, sem Zrinyi Miklós, sem pedig Turzó György nem nyert semmit az ügyjel anyagilag. És most nézzük a sokat emlegetett Nádort, hogy milyen is volt ő valójában. Tehát egyrészt a Nádor, mint pozíció, az uralkodó legmagasabb rangú tisztségviselője volt az országban, és egyben a magyar politikai hatalom és igazságszolgáltatás legmagasabb rangú képviselője. Torzó György 1609. december 10-től tölti be ezt a pozíciót. Ismerte Nádasdi Ferencet, ugye Bátori Erzsébet férjét, de nem voltak barátok. Volt egy ilyen vélekedés is, hogy ezért törődött Turzó ilyen megható kedvességgel az özvegyével. Az tény, hogy sok időt töltöttek együtt a harc téren, illetve a politikai tárgyalásokon, és Ferenc nyilván jól kiismerte a másik ambícióit sejthette róla, hogy magasra fog törni. Ezért is ajánlotta a túrzó jó indulatába a családját, mert előrelátó volt. Erzsébet özvetsége idején pedig nem Turzóhoz fordul segítségért és tanácsokért, hanem Battyányihoz. De nézzük azt, hogy milyen személyiség volt túrzó. Ott volt mindjárt 1601-ben a telekesi ügy. Telekese Mihály nemes kirabolta a második Rudolf királynak szánt ajándékokat szállító menetet. Ez bűncselekménynek számított, de sokan mosolyogtak rajta azért, mert sérelem esett a nem túl közkedvelt királyon. Így többen nem voltak hajlandóak közreműködni működni telekesi elfogásában. Nem úgy túl szó. Ő hazugsággal magához hívta ezt az embert, aki akkor már beteg volt, Bebörtönöztette és hóhérkézre adta. Hozzátenném, hogy egyúttal a rokonáról volt szó. Aztán öt évvel később történt, 1606-ban, Bogyós település lakói felett önkényeskedett. Ebben az időben volt, hogy Bocskai hajdúi kifosztották a saját apjának a sírboltját, és amit innen szereztek értékes holmit, azt állítólag Bogyóson adták el. Ez elég volt túrzónak, hogy az egész falut felégesse és néhány lakót kivégeztessen. Mindenféle bizonyítékok nélkül. Végül megkerültek az értékek, mégpedig a nádor saját jobbágyaitól. Nem csak alaptalanul cselekedett, hanem törvénytelenül is. Ráadásul még a település nem is hozzá tartozott, hanem a kubinyi családhoz. Mivel más jobb volt szó, ő nem is intézkedhetett volna. Ekkor ugye még nem volt nádor. Torzó gyors, határozott és szigorú tudott lenni, ha a tekintélyén esett csorba. Ugyanez jellemző volt bátori Erzsébetre is, viszont Erzsébetről elmondható, hogy ő inkább szigorú volt, de igazságos. Aztán, ha már a Kubinyi család szóba került, több határ és birtok vitája is volt velük túrzónak. Az említett önkényes kivégzései a jobbágyaikkal szemben, illetve volt, hogy a kubinyiak jobbágyát fogva tartotta. És ennek a családnak a vármegyei hatóságokhoz kellett fordulnia, hogy végre ki tudják szabadítani. Hasonlóan járt a platti család is, akik esetében már a nádor apja Turzó Ferenc idején megkezdődtek a birtokfoglalások. Turzó György utána még újabb 11 falut foglalt el tőlük jogtalanul. Ezekre utólag szerzett királyi adományt. De ezúttal Turzó György esetében egy 27 évig tartó pereskedés is indult, és a nádor halála után okiratilag is megállapították az erőszakos jogtalanságot. Hugával, orsolyával és sok évig pereskedett, mégpedig azonokból kifolyólag, hogy elfelejtette kiadni neki az anyai örökségét. Orsolya viszont egy céltudatos jellem volt, és nem hagyta magát. De annyira magára vonta a turzó haragját egy idő után, hogy az nyilvánosan Erdély legnagyobb kurvájának nevezte. Amikor pedig úgy esett, hogy a császári zsoldosok fosztogatásai miatt mindenét elvesztette a hölgy, és menekülnie kellett, bátyja nem volt hajlandó befogadni, és a gyerekeit is el akarta venni tőle. Haláláig nem békült ki vele. Hasonlóan bánt másik hugával, forgált Zsuzsannával. Őt a törvény erejével akarta rákényszeríteni, hogy tűrje el férje durva és megalázó viselkedését. Torzó György elődje a Nádori pozícióban illésházi István volt. Az ő özvegyével 1610 nyarán határvitába keveredett, és a jelek szerint itt is jogtalanul próbált foglalni területeket. Az, hogy ő milyen ember volt, nem volt titok a korban, a főúri körökben, Erzsébet valószínűleg pontosan tudta, hogy mire számítson tőle. Ezért is nem lehetett véletlen többek között, hogy Bátori Erzsébet a letartóztatása után az összes felső magyarországi birtoka közül éppen a nádori birtokok szomszédságában levő keresztúra kötött megállapodást homonnai sógorával. Humonai kapta a rendelkezési jogot, mégpedig az irat szerint azért, hogy ellássák Erzsébetet a börtönben. Viszont a valódi indok az lehetett, hogy druget védje meg a birtokot. Turzóra jellemző volt még, hogy gátolta a Bécsi udvar olyan irányú terveit, melyek Erdély elfoglalására irányultak. Ez utóbbit főként azért, mert magának és családjának akarta megszerezni Erdély trónját. Emiatt egy személyes sértődöttségből Ádáz ellenfele volt Bátori Gábor erdélyi fejedelemnek, akinek nem csak a megbuktatásán fáradozott, hanem az életére is tört. Az 1611-ben keletkezett egykorú erdélyi históriás ének így jellemezte őt. Szép szint mutató palatinus urunk, gyönge szép szavó, de mindenben rontunk. Vagy ki jól tudott, te vagy egy árulónk. Megmutatod, hogy vagy mi oltalmazunk. Színmutatásból téteted azt csatát, az urak előtt átkozott magadot, te nem akarod az mi romlásinkat, de sőt kívánod megmaradásunkat. Tehát Erzsébet egy főnemes is volt, és egy személyben irányította a bátori nádasdi vagyont a férje halála után. Neki nem csak az volt a dolga, hogy a vagyonon üljön, és hogy később át tudja adni a fiának, illetve a lányainak, hanem felelősséggel is tartozott a rábízott embereket, és az ősei által ráhagyott javakat illetően. Utaltam rá, hogy a korban a nemesi családok gyermekei nem iskolákba jártak, mint manapság, hanem főúri udvarokban nevelkedtek. És mint ilyen, az efféle udvaroknak meg kellett tartani a jó hírét is. Ahhoz, hogy működjön maga a rendszer, ami az ő kezében volt, gondolok itt akár a mezőgazdasági termelésre, védekezésre az ellenséggel szemben, fiatalok nevelésére és ellátására, vagy magának az egyes udvartartásoknak az olajozott működésére, ezekhez mind fegyelem kellett. Az kellett, hogy az emberei betartsák az utasításait. Tehát, ha némelyikük nem teszi a dolgát, akkor azoknak bizonyos következményeket kellett megtapasztalniuk. Alakinek mondjuk az a kötelessége, hogy úrnője kérésére leveleket, dokumentumokat továbbítson neki, és nem teszi többszörös felszólítást követően sem, akkor kénytelen vagy vele szemben valamilyen ellenintézkedéseket foganatosítani, magyarán megbüntetni. Ennek a mértéke és mikéntje koronként változik és függ az adott személyiségtől is. Meg lehet tenni, hogy következmények nélkül hagyjuk a rossz tettet vagy cselekedeteket, hát nézzünk körül a mai korban, de akkor a fejünkre nőnek egyébként mind a gyerekek, mind a felnőttek egy adott közösségben. Tehát ez az ügyintézője biztosan kapott valamilyen büntetést, mert jó pár évvel később nagyon lelkesen ecsetelte a nyomozásnak Erzsébet kegyetlenségeit. De mégsem lehetett annyira durva ez a büntetés, mert nem esett szó arról, hogy neki bármelyik testrésze is hiányzott volna. Ugyanez igaz volt a szolgákra is, ha nem voltak hajlandóak teljesíteni azt, amit úrnőjük kért, akkor az következményekkel járt. És ezekből a büntetésekből kerekedtek ki olyan történetek, amivel manapság fárasztják és rémizgetik a hiszékeny embereket. Volt egy ennél még érdekesebb valóság alapja az Erzsébet elleni pernek, bár ehhez Erzsébetnek tényleg semmi köze nem volt, Liszti Anna Rozina Pere 1637-ből. Ekkor fogják perbe a szolgálóival együtt és fejváltságra ítélik. Ez egy hasonló tárgyú eljárás volt, mint Erzsébeté, ráadásul mindkét asszony a királyi Magyarország legtekintélyesebb és leggazdagabb családjai egyikének a tagja volt. Mindkét nő ellen a vád közvetlen szolgálóikból sokakat halára kínoztak, köztük nemeseket is. Érdekes, hogy egy hasonló tárgyú per ugyanebben a korszakban megjelenik. Csak amíg Erzsébetnél per sem volt, és ezáltal ítélet sem, mégis életfogytiglani büntetésben részesült, addig itt minden szabályszerűen történt, és el is ítélték a nőt. Végül a király megkegyelmezett neki. Mindkét ügynek az előzetes tanúvallatási iratai fennmaradtak, és amíg Erzsébetnél csak a laikusság színvonalán minősíthetőek ezek, az okok, a miértek, az elkövetési módok tisztázására a legcsekélyebb törekvést sem tették meg a nyomozás során. Inkább az volt a fontos, hogy minél több borzalom halmozódjik fel a jegyzőkönyvekben, melyeknek a valóság alapja tisztázhatatlan, addig Liszti Annánál egy példaszerű 80 tanús, több helyszínes tanúvallatást találunk, mégpedig mindez 10 nap alatt kivitelezve. Bátori Erzsébetnél három évig szedték össze a vallomásokat. Ráadásul Liszti Annánál a jegyzőkönyvek világosan szerkesztettek és szakmailag szakszerűek. Erzsébet esetében teljes mértékben hiányoznak a szemtanúk, tehát igazából nincsenek. Akik meg azt állítják, hogy ezt meg azt látták, azok egyértelműen hiteltelenek. Az ügyet a hírverés által informált emberek hada jellemzi, és álszemtanúkkal helyettesítették a bizonyítékokat. A listi Pernél viszont életszerűek a tanúvallomások, és látszik, hogy közvetlen tapasztalaton alapultak. És miért is fontos ez a per azon túl, hogy hasonló a témája, lényegében ugyanaz, és szintén főnemesi sarjat vádoltak ugyanazzal, mint Erzsébetet. Hiszen Erzsébet letartóztatása után 27 évvel ítélik el Liszti Annát. Ha volt precedens jellegű vád előtte az Erzsébet ügye Anna szemszögéből. Igen, ez a felszín, ez a látszat. Az időrend megtévesztő lehet, ha nem tudjuk, hogy hívták Liszti Anna első férjét. Turzó Szaniszlónak, aki maga is volt nádor 1605-ig, és nem mellesleg Turzó György rokona volt és jó barátja. Liszti Anna pedig már a 16. század végétől, tehát az 1500-as évek végétől a túrzó család tagja. A Bátori Erzsébet elleni nyomozás 1610-ben kezdődik, tehát ekkor már Liszti Anna a túrzó család tagja. Minimum 10 éve, György és Szaniszló között szoros volt a kapcsolat, háztűz nézőbe is György ment Annáékhoz. Feleségének azt írta erről az eseményről, hogy bizony nem didó. Itt nem tudjuk, hogy vagy a szépségének, vagy a szellemi képességének a hiányára utalt, vagy pedig mindkettőre. Ezután Turzó György is sokszor megfordult Szaniszlóiknál, elegendő alkalma lehetett megfigyelni az asszony kegyetlen cselekedeteit. Ugyanis Erzsébet nem volt bűnös, de a bűnösségét ki kellett találni. Innen vehette a mintát túrzó. Szani kegyetlenségének ugyanis híre ment a családi körön túl is. 1610-ben Túrzó Györgynek nem volt más dolga, mint a régi híreszteléseket összekapcsolni Bátori Erzsébet nevével, és így feleleveníteni. Ugyanis a valóságos kegyetlenkedései Liszti Annának ugyanabban a Nyitra vármegyében történtek, ahol a kihallgatások jó része történt, és itt is kezdték meg egyébként a kihallgatásokat, illetve itt is terjedt a legjobban a szóbeszéd, és itt volt a tanúk nagy része is. Nyitra megyében volt a legeredményesebb maga a hírverés. Bátori Erzsébet nem volt szadista, nem volt gonosz és bűnös sem. Egy olyan ügy közepén találta magát 1610-ben, amely politikai indítatású és talán személyes érdekektől sem volt mentes. Nem az elképesztő gazdagsága vagy más tulajdonsága miatt került a történelem ismert személyeinek sorába, nem ezek miatt, hanem a jogtalan bánásmód és koncepció miatt Mely megbélyegezte és méltatlan rabságra és hírnévre kárhoztatta. Bűnösségét a nyomozás adatai sem bizonyítják, inkább épp ellenkezőleg: a konstruált bizonyítékokat, a koncepciós jelleget és a történelmi politikai érdekeket csak nem teljes bizonyító erővel. Bátori Erzsébet nevét manapság egy képzeletbeli alak viseli. Az ő története kitűnő példája a valóságtól elrugaszkodott mítoszok születésének. A 16-17. századi Magyarország egyik legtekintélyesebb és leggazdagabb családjának a tagja, aki egy átlagos főnemesi asszony volt a kortársai között, több erényel is felvértezve, családjáról, jobbágyairól gondoskodó, vagyonát óvó asszonyból szép lassan csejtei rém lesz. Ez esetben plegykák, tudatos ferdítések, hazugságok írták felül a valódi történetét. Az is szomorú, hogy a korszakot ismerő kutatók közül, a közelmúltat leszámítva, nemigen akadtak olyanok, akik történelmi összefüggéseiben és valódi alakját vizsgálták volna. Például, hogy hogyan élt együtt Nádosdi Ferenccel – vagy hogyan igazgatta az uradalmait, hogyan tartotta egy kézben özvetsége idején is. Ami nem volt kis dolog. Milyen viszonyban volt a gyermekeivel, a rokonaival, és milyen társadalmi kapcsolatai voltak. Nagyon furcsa, hogy ilyen tanúvallomásokban, amelyek jogilag botrányos nyomozati eljárásban születtek, senki nem kételkedett sokáig, hogy ezeknek mennyi az igazságtartalmuk. Mennyire szavahihetőek a tanúk. Furcsa az is, hogy miért nincs semmi hivatalos nyoma annak, hogy valaki keresték volna az eltűnt rokonaikat. S miért nem követelt senki jogi vagy anyagi elégtételt. Megdöbbentő az is, hogy mennyi törvénytelen és érthetetlen lépés kísérte ezt az ügyet. Ennyi eljárási hibát sem addig, sem azóta nem követtek el az igazságszolgáltatás gyakorlatában. A mai jogászi gyakorlat szerint erősen szuggesztív kérdéseket tettek fel a kihallgatottaknak. Ami mit is jelent, hogy a kérdést úgy teszik fel, hogy az rávezessen a válaszokra. Ilyen törvénytelenségre, ahogy a rajtaütést vagy a bebörtönzést csinálták, nem volt példa a korabeli joggyakorlatban. Azt, hogy a nemesekkel kapcsolatban hogyan kell eljárni, ha valami törvénytelenséget követtek el, arról már részletesebben szóltam korábban. Mindezt a nemességen belül még szigorúbban vették a főnemesek esetén. De persze az is tény, hogy 1610-ben Erzsébet már özvegy volt, amely állapot hálás célpontja volt a tisztességtelen szándékú embereknek. Furcsa, mintha senki nem akart volna belekeveredni az ügybe a korban. Bátori Erzsébet a korabeli nemes jog szerint és viselkedése alapján is ártatlan volt az elítélt szolgálóival együtt. Itt nálunk semmi újság nincsen, amiről nagyságodnak írhatnék. Nádasdiné halála gondolom, nagyságod előtt ismeretes, mennyire váratlan halállal távozott a -e világból. Este azt mondta a darabontnak. Nézd, szólt, milyen hideg az én kezem, a darabont meg azt mondta, hogy semmi az asszonyom, csak feküdj le. És ő elment lefeküdni, és a párnát, amelyet rendszerint a feje alá szokott tenni, a lába alá helyezte, és úgy feküdt rá, és azon az éjszakán meghalt. Aztán így találták meg reggel meghalva. De mondják, hogy erősen imádkozott, és szép énekeket énekelt az Isten dicsőségére. A temetésről még semmilyen híreink nincsenek nagyságodnak és felesége ő nagyságának is, nagyságotok gyermekeinek ajánlom asszonyommal együtt szolgálataimat. Tartsa meg nagyságotokat az Isten jó egészségben. A pöstjéni fürdőből az Úr 1614. esztendejének augusztus 25. napján. Méltóságodnak alázatos szolgája és fivére, Turzó Szaniszló, Szepesi Gróf és Főispám. A csejtei krónika szerint egyébként itt is temetik el, de a pontos helyét már nem ismerjük. Itt Szádecki kardos írmának a véleményét közölném, szó szerint idézetben, mert szerintem fontos. Mert amikor már ott tart a 20. századi tudomány, hogy még a Drakula modelljét is bátori erzsébetben fedezik fel, és tálalják fel a világnak, vagy hogy más népek határtalan szenvedéseinek bizonyítására emlegetik bátori ersébet emberölő kegyetlenségét, ami természetesen a mi Ázsiából betolakodott mongol fajunk sajátossága, akkor bizony megfontolandónak tűnik, hogy a tévedések táplálása helyett ne tartsuk-e nagyon is fontosnak minden ilyen tévedés kiigazítását. Természetesen a nacionalista vakság sem szüntethető meg józan érvekkel, de tartás adható velük mindazoknak, akik a kollektív bűnösség terhét kénytelenek viselni, még ilyen relációkban is azokkal szemben, akik a nacionalista döjv gesztusával a lealacsonyítás érveit, az önérzett szétforgácsolásának eszközét, a megalázás alkalmát keresik szüntelem. És ez a lelki rehabilitáció olykor bizony idehaza is szükséges. A mai világban minden olyan etikai tehertétel, ami nemzeti hírünket rontja, vagy történelmi felelősségünket terheli, még ha méltánytalan, valótlan is, kétszeres súlyú. Mert a határokon túl kisebbségi sorban élő magyarokat kétszeresen nyomasztja. Kétszeres tehát az igazság kiderítésének, de kétszeres az igazságtalanság konzerválásának is a felelőssége. Fontos még szót ejteni a szépírói szabadságról, amely gyakran önkényes és szereti függetleníteni magát az igazságtól, az igazság ábrázolásának kötelmeitől. Ez abban az esetben probléma igazán, amikor akár csak egyetlen ember tisztességét, rosszabb esetben egy nemzet jó hírét sérti a felelőtlen írói szabadság vagy inkább szabadosság. Valahol meg kellene húzni ezek határát. Ha ez a kultúra ismeri az élők jó hírének védelmét, akkor a régen élt emberek hírneve sem lehet préda az írói szabadság oltárán. Aki önbecsüléssel akar tekinteni magára, az írói szabadságot össze kell tudnia egyeztetnie a jó ízléssel és a jó érzéssel. Tehát a tudomány felelőssége mellett az irodalom felelőssége is fontos. És nem csak a nádor alkalmazta a saját korában azt a pszichológiai fogást, mely szerint amiről sokat beszélünk, az már többek számára szinte valósággá válik, hanem histórikusok, áltudósok és írók is, bár nem hiszem, hogy mind szánt szándékkal, de mivel sokszor leírták ugyanazokat a vádakat, még a legképtelenebb is ilyenkor a bizonyítottság látszatát kelti. És mi a tanulsága ennek az ügynek, hiszen a történelem az nem csak unalmas adatok egymásra halmozott tömkelege, hanem azért van, hogy ebből tanuljunk, ahogy az ókori mondás is mondja, a történelem az élet tanító mestere, história ezt magisztra vitae. Bátori Erzsébet ügyéből nagyon jól megtanulhatjuk, hogy ne higgyünk el mindent, amit a szemünk elé raknak. Ne hagyjuk magunkat az orrunknál fogva vezetni. Próbáljunk meg józan paraszti észszel gondolkodni. Nézzünk a felszín mögé. Nézzük meg, hogy akár egy mai szenzációs hírnél is, vannak-e háttérérdekek. És ha igen, akkor kinek, kiknek lehetett érdeke, hogy te azt hidd, amit neked mutatnak. Bátori Erzsébet ügye többek között ebben segít nekünk, ma élő embereknek, milyen könnyen átveszik az ostobaságot a kritika és gondolkodás nélküli tömegek. Nem csak a 17. századi elődeink, hanem az azóta eltelt időszak embereire is ugyanúgy vonatkozik ez. A legszomorúbb, hogy a tudósok is részt vettek ebben, hiszen maga az utókor rajzolt egy koraújkori gyakossági nyomozásból vámpír, fausti alkut kötő, sőt hiú vérfarkas alakot. A másik tanulság az, hogy amíg nem tanulunk elődeink hibájából, nem ismerjük fel a buktatókat, ez esetben a tudatos manipulálást és a háttérérdekeket, Addig a történelem meg fogja ismételni önmagát. Nem azért, mert nincs jobb dolga a mi bosszantásunknál, hanem azért, hogy tanuljunk és emberileg jobbá váljunk. A másik még, hogy Erzsébet ügye is nagyszerűen rávilágít arra, hogy egyáltalán nem mindegy, milyen a nemzeti megítélésünk külföldön. Egyáltalán nem mindegy, hogy Magyarország azért nevezetes, mert például sok nagyszerű tudósa van, gyönyörű természeti tájai, építészeti emlékei, vagy sokaknak inkább az ugrik be, hogy igen, itt élt az első női vámpír, aki szűzlányok vérében fürdött, hogy megőrizze a fiatalságát és a szépségét. És Ismét csak Bátori István szavai jutnak az eszembe erről, miszerint bármit elvehetnek tőled, de a becsület pótolhatatlan. És ez nem csak egyénre, hanem egy egész nemzetre is vonatkoztatható. Ami értékes, mint például a becsület, a jó hír, a tisztesség, azt óvni kell. És Erzsébet esete arra is megtanít, hogy milyen fontos az igazság, nem csak történelmi relációkban, hanem bármely emberekkel kapcsolatos történés esetén.